Hölgyeim és uraim, fogadják szeretettel ifjúkorom egyik bálványát, Kóbor Jánost! Változtál, azt kell, hogy mondjuk. Kösz. Még a tinédzserkori farmer méreted nagyjából... Az egy, 30-36-os. 30-36-os hordasz változatlanul. Hát gratulálunk tisztelettel. Van-e a frizurádnak valami titka? Nem, semmit nem csinálok vele, három naponként megmosom, megrázom és ennyi. És akkor tehát az naponta meg kell rázni. Naponta meg kell rázni, tehát se különösen fényezés. Volt egy alkalom, úgy tudom, hogy befestetett feketére. Ez milyen megfontolásból fakadt, és mely következtetéseket mondtál le ebből? Úgy tűnt, hogy fekete. Szóval a szőke fiúnak nincs esélye a lányok között. A lányok mint szőkék, a fiúk mint feketék. Aha, akkor... tehát inkább ezt a latin lavert próbáltad elővezetni. Na most ez marha jó sikerült, csak a szemöldökön meg a szempillám, az minden azért szőke maradt. Dermesztően nézhetnék ki. Ugye pláne az akkori hajta, meg nem tudom, egyéb ilyen borzalmatos hajfestékek. Hány nagylemezt készítettetek összesen? Mi a mostani mérleg? Most készültök a hetedikre. A 16-ra. A 16-ra. A 16-ra. Akkor milyen, valami volt a kompszövegbe, vegyétek elő, amit nem olvastam fel. Most nem kell rajtam ilyen gúnyosan röhögni, valaki írt ilyen hülyeséget. Jó, a hetet én is kevésnek ítéltem. Igen, elég lesz. Vagy a hetedik koncertjükre készülnek most, azt lehet? Abba több? Hát ne, úgy értettem, hogy a hetedik nagy népstadion. Azt írtátok Perla Hajderek, és az jutott most nekem az eszembe. 7 év után új lemez, jó? Akkor figyeljetek! De most figyelj! 7 év után új lemezre készültök, úgy tudom, hogy ez lesz a 17. hogyha... Hát 16. 16. Nagyszerű! Talán a mai fiatalok kedvéért nem érdektelen elmondanunk, hogy hogyan indult akkor egy zenekar, amikor ugye szinte mindenki gitározott, amikor a padot kivágták, hogy abból basszusgitár csináljanak. Mi amikor ezt elkezdtük, igen? Az 1959-ben a harmadik gimnáziumban volt. Uh-huh. Mi nagyon szerettünk, hát mint ma is mindenki, táncolni, elmenni, lányokkal ismerkedni, minden. Csak ezeken a szörnyű bulikon szörnyű zenekarok játszottak. Az osztályban elkezdtünk szervezkedni, és a 26-os létszámú osztályból végül is öten úgy döntöttük, hogy zenekart alapítunk. Igen. És ugye a lemezborítóról lenéztük, hogy hát egy ilyen Elvis mögött levő zenekarban van egy dobos, egy zongorista, szaxofon, gitár, nagybőgő. Igen. Na most mivel egyikünk se semmi nem tanult soha életében, hát eldöntöttük, hogy egy kalapba ezeket a gitár... Ezeket de most ez komoly, mert ez egy kicsit... Tényleg? Komoly. Fölírtuk ezt az öt hangszert. Aztán mielőtt húztunk, megállapítottuk, hogy a laxot azért hallottuk énekórán énekelni. Azt nem kéne. Vegyük ki a dobot, és azt adjuk oda meg. Úgyhogy mikor jutottatok kottákhoz, szövegekhez? Hát erre nem volt szükségünk, ugyanis kottát nem tudunk olvasni, legalábbis én olyan. Jó, mikor kezdtetek el énekelni? Vagy mikor kezdtél te el? Mert hát gondolom... Sajnos ez volt az én nagy pekem, hogy angolból nagyon jó voltam. Úgyhogy emlékszem, hogy a Verespálné lánygimnáziumban volt egyszer az első olyan koncertünk, ahol már énekelni kellett. És én ott elmatattam gyorsan a gitárommal, míg a függöny mögé értem, és akkor mondtam, hogy kezdhetjük a számot. Tudsz énekelni. Hogy értsük ezt, hogy a függöny mögött énekeltél? Igen, igen. Hát ez nem túl nagy önbizalomra hát van. Mertem, ugye. Ezt azt hiszem a több, tehát lehet mondani, hogy ezt barátságból tetted, nem? Tehát, hát nem akartam. Nem szóval... akartál égni a többiek, igen, előtt, ugye, hogy ezt megted? Én megmondom őszintén, én inkább sportoló szerettem volna lenni, és atlétizáltam meg mindent. Tehát engem ez a zene nem nagyon érdekelt. De várjál, de egyáltalában lehet így élni, szóval ne hívjuk be Cserdus doktort, hogy kiderül, hogy mindenki téged irigyel, és ugye, ahogy a bevezetőben mondtam, ifjúkorom bálványa, és te tulajdonképpen sportoló szerettél. Igen, méghozzá 110 méteres gátfutó, úgyhogy... A 110 az már valami angol átszámítás, azért 110, így ugye? Tehát az egy yardból. Honnan jött a nevetek? Emlékszem, a Benkő Lacival, az fönn volt a várban, mentünk fölfelé, és ott a megállító táblák voltak, hogy Hesz András tér, várkollégium játszik a Omega együttes. Mondom a Lacinak, te nem, mi játszunk? Hát arról volt szó, hogy mi játszunk, mi a Omega együttes játszunk. Bementünk, nem állított meg senki, kérdeztük, hát ki az az Omega? Azt mondja, hát ti vagytok, hát hogy mi vagyunk. Hát, hogy nem volt nevetek, a szervezőknek ki kellett valamit találni, és ezt találták ki.
az akkori nagy angol idolok közül ki az, akivel mondjuk valamelyes közelebbi kapcsolatba kerültetek? Vagy egyáltalán hát lehetséges volt-e? Nekem megmondom, a Beatles nem volt a fő kedvencem. Amikor a Rolling Stones-t hallottam meg először, akkor jöttem rá, hogy hú, ezek is hamisan játszanak, hamisan énekelnek. Ez a mi igazi. Ez az én... Tényleg? Igen. És hát egy kicsit egy olyan dac is van bennük, amíg ők színpadon vannak, addig mi se vonulunk. Hát igen, mert ez egy óriási párhuzam, hogy hát nagyjából egyidősek vagytok, és ők is lényegében változatlan felállással, ugye egy kivételtől eltekintve, és hát nagyjából ezt is elmondhatjátok. Még a Jaggerre egy mondatra visszatérve, azért mintha színpadi mozgásban te elég sokat merítettél volna tőlem. Abban, hogy te is ilyen akrobatikusan, nagy mozgásokkal... Hát ez valahol abból adódik, hogy... Hogy gátfutó volt. Igen, pontosan. Vagy abból is, ugye, hát egy ilyen megmaradt ez az atlétikus nosztalgia, és rohangáltál a színpadon. Kinek szépen, mikortól vált, én magam is ugye többször tettem ironikus megjegyzéseket, ugye akár átszor füstben mondom, mindjárt jön a kóbor, ugye, tehát majdnem ez egy ilyen nevetekkel összefüggő állandó olimposzi jelző lett. Hogyan emlékszel vissza, mikor generáltátok az első füstöt, és hát mely eszközökkel, mert hát nyilván az akkori hiánygazdálkodásban ez sem lehetett egyszerű. Sejtettük, hogy ez valószínű a száraz jég a megfejtés. Az egyedüli az a cső, ami előre vezeti, hát ez egy ilyen átmérői csőnek kellett lenni. És akkor úgy honnan szerezhetünk a hiánygazdaságban ilyet? Egyetlen ötlet volt, hogy ilyent hát a szippantókocsik használnak. Elmentünk, de hát kiderült, hogy ilyet magánszemély nem vehet. De az egyik szippantós azt mondta, hogy neki van két használt, mert kettő kellett. És hát ezt ő szívesen odaadja, de azért ezzel kezeljük, mert szóval ennek van némi aromája. És akkor Győrben volt a koncert, az akkor még színházban, mert nem volt meg még a sportcsarnok, ahol mi hófehér ilyen angyal ruhákba, és az volt a nyitó kép, hogy egy ilyen hatalmas felhőkben mi ott állunk hófehér. Szépen izzították a kazánokat, hordták, répcelakról megérkezett a 100 kiló. Száraz jég, ahogy kellett. Színpad függöny rendesen, és akkor rajtszóra mehet a száraz jég. Be a száraz jéget a forró vízbe, ömlött ki a két csövön keresztül a gyönyörű szép fehér füst, de az illat is. És szétment a függöny, ott álltunk a fellegek között, angyali ruhákba, és eszeveszett. Odőr. Ment le a színpadról, és el tudom képzelni a látványt, amikor ott néznek minket, tényleg egy gyönyörű tündéri kép, és ebbe az illatba. Na most két előadás volt, és ezt a malőrt lereagáltuk, és valaki kirohant a háztartási boltba, és bevásárolt, én nem is tudom hány kiló ilyen fenyő, minek hívták ezt? Fenyő habfürdőt. Hogy avval majd illatosítjuk. Na most. Igen, szóval ez amikor nem valljuk be, tudod, mint a házi azt, hogy aki nem vallja be, hogy az alaplé rossz, tudod, és akkor próbálkozik vegetával. Beletettük, és amíg ott magába gőzölgött az a, ezért rátették megint a technikusok a csöveket. A hatás körülbelül ugyanaz volt, az érzés az volt, mikor sétálsz egy fenyőerdőbe, ami tele. Tehát sikerült. Sikerült a két dolgot kombinálnotok. Milyen emlékeid vannak a cenzúráról? Volt olyan szövegetek, amit meg kellett változtatni? A legdurvább az az volt, amikor a Gammapoliszt csináltuk, és úgy kezdődött az egész Gammapoliszt, hogy oly hosszú volt a 33 év. Na. Sanzon bizottság azonnal, hogy 78-ból 33, ugye 45, mi az Isten volt nekünk olyan hosszú, ez a 33 éve. Hát mi nem akartunk ebben semmit, de körülbelül ennyi idősek voltunk akkor. Na jó, át kellett írnunk, hogy oly hosszú volt a 23 év. Csak hát a lemez 79-ben jelent meg, és 79-ben 23 az 56. 30 ezer lemez zúztak be. Ezért bezúztak. Mert már ebben megjelent. És akkor, ez a szisztémának az egy hihetetlen borbírtsága. És akkor azt hiszem, a végeredmény azt hiszem valami olyan hosszú volt a 29 év, aminek már semmi köze nem volt. Melyik volt az a szám, amit a legtöbb nyelven énekeltél, vagy egyáltalán? Hát egyértelműen a Gyöngyhajú lány, és az azt hiszem, nem is tudok talán
Európában olyan országot, ahol az helyi előadókkal is ne jelent volna meg. Uh-huh. És, ami már mondjuk a slágerség, ha szabad ilyen rossz szóval mondani, például fokmérője. Például Németországban kétféle verzió is volt, mert volt a Schreibes mir in der Sand című, azt nem tudom kicsoda, Frank Schöbel vagy ki az ördög énekelte, és mi nekünk is volt egy német verziónk, a Perlen im Haar címmel, akkor ami Gyöngyök angol, a hajban. Igen. Az angol verziónk az is. De a másik változat az azt jelenti, hogy írd a homokba, ezt hogy gondolta? Hát ez... Mert az, hogy Tardos Péter a Born to be Wild-ot lefordította úgy, hogy felülök a motoromra, hát ez szóval ezt még átéltem, de hogy a németeknek erre miért volt szüksége? Hát magyarul nem tudtak, gondolom, és ez... Aha, és akkor... Kérlek, tisztelettel, régi vágyunk, hogy meghívjuk az Omega együttest. Eddig ezt elhárítottátok, különböző szerintem főleg technikai okokra hivatkozva. Feltártam neked a színfalak mögött, hogy egy merényletet tervezek. Hát azt szeretném, hogyha legalább valami halványígéretet tennél erre, hogy az Omega együttest itt vendégül láthatjuk, és hát egy ilyen öreg rockrajongót egy ilyen szempárásító pillanatban részesíthetnétek, perdahajderek! Tehát tulajdonképpen nagyon szívesen. Köszönöm szépen, rádumáltál! Kóbor János látták, hallották, nagyon szépen köszönöm Kóbor János, most névi reklám következik, és utána folytatjuk a Sunbus Monsterrel, akit gondolom ugyanúgy nem ismersz, mint én. Ebbek, mint én, a legendás Omega együttes. Kell. Soha nem kérdez senkit, mert elég a jel. Úgy indul el, mikor menni akar, hogy a szó helyett marad egy dal. Hogy a vándor a szívedben dal született, akit elhagysz, az tudja, hogy mi. Ezer emlék egy könycsebb, de indulnod kell. Vándor a dal volt a jel. Azt tudja, hogy nincs üzenet, ezer emlék.
Köszönöm szépen! Köszönöm! Nagy betiszteltetés! Ellenlet, szia! Hello! Mester, gyertek ide előre, köszönjük szépen! Hölgyek ide! Köszönjük szépen, köszönöm vendégeimnek, a Nyílt Nap vállalkozó kedvű résztvevőinek, valamint a legendás Omega együttesnek, hogy amint mondani szoktuk, jelenlétükkel is emelték a mai est fényét. Önöknek köszönöm, hogy ma este is minket választottak, igen, reméljük, hogy nem döntöttek rosszul. Találkozunk 2 hét múlva ugyanitt, ugyanezen a csatornán, addig se igyanak mosatlan gyümölcslevet, aludjanak jól, álmodjanak szépeket, kezeket a paplan felé, és soha el ne felejtjék, hogy Beethoven a zene Mozartja. Köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim! Önök Magyarország legnézettebb showműsora, az Esti Show-der 9. esztendejének 162. adását látták. Köszönjük, hogy ismét minket választottak. Jó éjszakát! A műsor támogatója a Broker. Broker, iránytű a pénzügyekben. Ruházati partnerünk a Sherpa. Partnerünk a DVD Center, a multimédia magazin. Ruházati partnerünk a Retro Jeans. Hiszünk benne. A műsor és vendégeinek biztonságáról az Őrmester Távfelügyeleti Szolgálat gondoskodik. Vendégeink kényelmét a Hazai Decker Marketing Kft. Biztosítja. A műsor támogatója az Intermédia, ahol mindig szem előtt van. Munkatársaink a Taxi 2000-rel utaznak. A műsor széles sávú internet kapcsolatát a TV-net biztosítja. Sláger Rádió. Minden idők legnagyobb slágerei. Média támogatónk a Metro Híróság.